Sziasztok, Lipcsei Péter vagyok, nézzétek ti is az NSO TV-t. Rekordsebességgel épül a Ferencváros új stadionja, az építők gyorsabban haladnak a tervezetnél, így határidő előtt elkészülhet az új Albert stadion. Nekem, mint Fradi szurkolónak, mint olyan gyereknek, aki most már több mint 40 éve ide jár az Őrői útra, ez nekem nagyon nagy előtétel, és talán megnyugvás a szurkolóknak is, hogy a Ferencváros visszatért az Üllői út 129 alá. A lelátó szerkezet 90%-a már áll, a tetőszerkezet és a főépület javarészt pedig már elkészült. Rekordbajnok ugye, 23 bajnoki cím legtöbb Magyarországon, egyetlen aranylabdás is még sorolhatnánk, rekordépítkezés, a rekordbajnoknak rekordépítkezés dukál, a leggyorsabb ekkora építkezés Magyarországon, a legtöbb acélszerkezetet építjük be ma Magyarországon, másfél lánchídnyit lehetne abból építeni, amit ide Kecskeméten legyártottak, a beton, amit Dunaújvárosban gyártottak, abból egy 25 emeletes Magyarországon nem lévő magasságú panelházat lehetne építeni. Az új stadion korszerű beléptető és kamerarendszere révén alkalmas lesz a redbontás kizárására, a biztonságos szórakoztatásra is. MLS-nek van egy nagyon szigorú előírása, amit teljesíteni kell ennek a stadionnak is. Ebben nagyon pontosan meghatározták, hogy milyen felbontású kamerákat kell ide helyezni, és mire alkalmasak ezek a kameraképek. Ezt a rendőrségnek az igényei alapján határozta meg az MLS is, nekünk pedig ezeket teljesíteni kell. Ezek alkalmasak arra, hogy akár egy bírósági eljárásnál bizonyítékként szolgáljanak. Nagyon-nagyon drága. Európában azt gondolom, hogy ezt a tapasztalataink alapján ez a legszigorúbb, talán a lengyelekkel együtt a legszigorúbb előírás, amit teljesítünk ezzel. Az előre gyártott szerkezet tervezéséhez, gyártásához és a helyszíni összeszereléshez, a szerkezet bonyolultságához és a maximális, a megszokottól eltérő pontoság eléréséhez rendelkezésre álló idő mindössze 4 hónap, ami rekord teljesítménynek számít a magyar építőiparban. Ott építjük a főépületét a stadionnak, amit már nem látunk, hogy 3 szint mély garázs a föld alatt van, és ide egy 5 emeletes épületet fejezünk be, néhány héten belül szerkezetkész lesz. Itt lesznek az öltözők, a sajtószobák, a VIP részlegek, a VIP páholyok, a vendéglátás, a Fradi Múzeum, étterem, sok minden más. Szemben láthatjuk a B közép helyét, ott fognak szurkolni a B középbe járó szurkolói a Ferencvárosnak. És hát láthatjuk azt, hogy a tetőszerkezet nagyban készül, az egész stadion fedett lesz. Láthatjuk, hogy a tetőszerkezet nem megy, a lemezek nem mennek ki egészen a tetőszerkezet végéig, oda egy több méter széles polikarbonát átlátszó csík kerül a tetőszerkezet végére, azért, hogy a nap mindenhol be tudja, a gyepnek minden része napsütés alá essen, és ezért ne legyen különböző minőségű a gyep. Az új épület több mint stadion, az ország legnagyobb, Európa egyik legmodernebb rendezvényközpontja lesz, amely világszínvonalú konferenciáknak, koncerteknek, kulturális eseményeknek, bemutatóknak és sporteseményeknek ad majd otthont. Idén az a célunk, hogy még karácsony előtt teljesen szerkezetkész befedett legyen, kívülről kész legyen az épület, ezzel majd egy hónappal az ütemtervünk előtt járunk, ha ez sikerül elérni, akkor 14 nyarán, 14 őszén kész van a stadion, és a 14-15-ös szezont egészen biztos, remélem közt a nemzetközi kupameccseket, itt játszhat a Fradi. Az új stadion bemutató interaktív látogatóközpont hamarosan megnyitja kapuit, ahonnan megnézhető az építkezés. A bemutató teremből csoportos építkezés bejárást terveznek naponta az érdeklődőknek.